Jó reggelt kívánok azoknak, akik most ébredtek, hogy most csatlakoznak hozzánk a híradó után. Következő témánk, hogy nyugdíjcsapdába került a kormány, legalábbis a Policy Agenda legújabb jelentése szerint. Kis Ambrus vezető elemző a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miben áll ez a nyugdíjcsapda? Hát három ügy van, ami most azt is mondom, hogy hirtelen napirendre került a nyugdíjügyben. És tulajdonképpen minden három maga a Fidesz állította elő a kormányzás alatt. Ugye ezek közül a legidősebb téma ez a férfi 40 éves szolgálati idő utáni nyugdíjba vonulás. Ugye ez a nő 40 után. Nő 40-nek a pandantja. Ebben a tekintetben 2015-ben már volt egy majdnem népszavazás és majdnem népszavazási aláírásgyűjtés. Az utolsó pillanatban akkor a szakszervezetek kezdeményezését az Alkotmánybíróság leállította, és ezért nem lett belőle népszavazás, de azt láttuk akkor is, és hát most is újra előrejött ez a téma, hogy a politikai pártok, civilek felsorokoznak el mögé. A másik ilyen ügy az azzal, hogy emelkedni kezdtek a bérek, és azzal, hogy a minimálbér idejétől 15%-kal, a szakmunkás minimálbér 25%-kal emelkedik, és várakozásaink szerint kétszámjegyű lesz az átlagbér emelkedés Magyarországon, azzal leszakadni látszanak a nyugdíjak. Mert hogy mi történik? Idejében átlagban mondjuk azt, hogy 10%-os béremelés lesz. Eközben 1,6%-kal emelkednek csak a nyugdíjak, és hát látjuk, hogy ez a folyamat 2018-ban is folytatódni fog. Magyarán a bérekhez képest a nyugdíjaknak az értéke csökkenni fog. És ezt a helyzetet azzal állította elő a Fidesz, és azért mondtuk azt, hogy nyugdíjcsapda, mert hogy a 2015-ig lényegében ugyanolyan mértékben emelkedtek a bérek átlagosan, mint a nyugdíjak, és most hirtelen ketté nyílik az olló, és egyre többen kerülnek majd olyan helyzetbe, hogy mint nő az infláció, többet kell költeniük a élelmiszerre, de a nyugdíjuknak az értéke nem növekszik. És a harmadik ügy, ami napirendre került, és ebből a szempontból pont a tegnapi nap egy ilyen váratlan és érdekes fordulat volt a nyugdíjas párt bejelentése, az pedig az alacsony nyugdíjval élőknek a problémája. Ha azt nézzük, hogy a nyugdíjasoknak a létminimum érték az kb. 80 ezer forintnál van, akkor az látszik, hogy az elmúlt években, akik elmentek nyugdíjba, azoknak átlagban a harmaduk, 30% körül ez a réteg, létminimum alatti nyugdíjat kap, amikor megállapítják a nyugdíjat. Magyarán nem kap akkora nyugdíjat, hogyha ő egyedül élne, nem lenne családi segítség számára, akkor a mindennapi életet biztosítani tudja megfelelő szinten, nemhogy arról, hogyha esetleg elromlik a hűtőgép, akkor képes legyen lecserélni. Vagy mondjuk gyógyszerekre kell költeni, ami nyugdíjas korban azért előfordul. Így van, ha váratlan nagyobb gyógyszerkiadása van, és nem tud egyéb szociális segélyt igénybe venni, akkor ez is problémát jelent számára. És ezért kezdeményezték azt a szakszervezetek, aztán most ugye egy másik oldalról ez a alakuló nyugdíjas párt, hogy valami fajta minimál nyugdíjat meg kellene állapítani, ami alá nem lehet bevenni. Jelenleg van ilyen Magyarországon, ez a 28.500 forintos nyugdíj minimum, ha 20 évig dolgozott valaki, akkor ennél kevesebbet nem kaphat, de azért azt lássuk be, hogy azért 28.500 forintot kapni garantáltan azért nem egy bőkezű ellátást jelent. És ez a három ügy került most az asztalra, egyszerre. Nyilván nem mondjuk és nem is állítjuk, hogy ez most el fog bármifajta napirendet, akár a menekültügyet, vagy bármilyen előválasztási problematikát söpörni az asztalra, és csak erről fog beszélni az ország. De azért azt mondjuk, hogy ezek jönnek elő, ezek a történetek, látjuk, hogy van ennek társadalmi foganatja. Az a kérdés, hogy akkor ez hova fog kinőni, és mennyire fogják az ellenzéki pártok ezeket ügyeket felkorolni. És mitől csapda? Tehát az, hogy vannak súlyos kérdések a nyugdíjrendszer körül, az miért jelent csapdát ön szerint? Azért, mert mind a háromban a Fidesz eddigi politikája eredményezte azt, hogy most problémája van. Tehát ha a nők 40 éves szolgálati idejét nem vezetik be, akkor nem merülhet fel az, hogy akkor mi van a férfiakkal. És azért könnyű érvelni amellett, hogy akkor miért van itt diszkrimináció. De például, igen, ez belátható, de az, hogy nagyon alacsony nyugdíjak vannak, ugye eddig is voltak azért, az miért a Fidesz politikájának az eredménye, vagy kudarca, vagy csapdája? A probléma két ágon jött elő. Egyrészt, ha azzal, hogy a minimálbér nagy emelésével, lényegében azt mondhatjuk, hogy 2018-tól a nettó minimálbér és a létminimum összege utoléri egymást. Magyarán, aki dolgozik,
az nem kereshet, és bejelentett, dolgozik, és 8 órában az nem kereshet kevesebbet, ugye, mint a létminimum. Eddig, amikor dolgozói szegénységről volt szó, és azért erről is sokszor volt szó, akkor elhangzott az a valóban rettenetes tény nagyon gyakran, különösen az érdekképviseleteknél, hogy rengetegen vannak az országban, akik dolgoznak nem is keveset, és ezzel együtt nem érik el a létminimumot. Ugye, tehát ha jól értem, azt mondja, hogy azért lett most jobban exponált a nyugdíjasok problémája, mert eddig ez egy általános szegénység probléma volt, de mivel megoldották a bérből, fizetésből élők esetében ezt, ezért maradtak a nyugdíjasok, és jobban odairányul a figyelem, hogy önálluk ez változatlanul nem lesz megoldva. Így van, magyarán, hogyha meg lehetett oldani a dolgozói szegénységet, most ne legyünk naívak, nem fog ez tömegszűnni teljesen, de legalább azt lehet mondani, hogy a minimálbér és a létminimum találkozik 2018-tól, akkor ugyanez a kérdés jogosan felmerülhet, a nyugdíjas létminimum és valami fajta nyugdíjminimum, az miért ne lehetne azonos? Ugye ez a felvetés került az asztalra, és azért mondom, hogy csapda, mert hogy most állt elő ez a helyzet, tehát azzal, hogy a kormány egyébként helyesen a béremelés pártjára állt ebbe a történetben, nem tudott más tenni, hiszen a gazdasági növekedés akadályozta már az az alacsony bérszínvonal, ami Magyarországon volt. Tehát, hogy helyesen a bérnövekedés pártjára állt, most el kell gondolkodni, hogy mit tesz az alacsony nyugdíjakkal. Ugye az egyik, amit megtettek, hogy már nincs is hivatalosan létminimum. Hát hivatalosan létminimum nincs, ettől persze még szegénység van, bárhogy azt mondhatjuk, hogy a policy agenda azért kiszámolja a létminimum összegét, pont a KSH átalkozott módszert annál, tehát azt mondhatnánk, hogy KSH által kiszámított létminimum nincs. Ugye korábban volt, eltörölték ezt a számítást, ugye erre mondom, hogy hát végül is akkor kevésbé felvethető-e, hogy mi érje el a létminimumot, hogyha hivatalos szám erre nincsen. Hát hivatalos KSH által kiadott szám nincs, mi ezt megtettük 2016-ban, kiszámoltuk, és meg fogjuk idén is tenni a reményeink szerint a létminimum számítást, tehát ettől még ismerhetőek ezek a számok, meg körülbelül becsülhetőek is, hiszen nagy csodák nincsenek azért a társadalomban. És mitől csapda az, hogy a nyugdíjak általában leszakadnak a bérektől, mert hogy ugye a béremelések most megtörténtek legalábbis a garantált bérminimum, minimálbér szintjén, és a nyugdíj várhatóan nem az infláció mértékével fog emelkedni, de a kormány ezt már részben korrigálta, és utólag pedig mindenképpen korrigálnia kell. Azzal, hogy az infláció, hát ugye most azt becsüli a kormány, hiszen azért mondja azt, hogy 1,6%-os lesz a nyugdíjemelés, mert hogy 1,6%-os. Tervezett 0,9%-os. Igen, hogy 1,6%-os lesz az infláció, hiszen ugye az inflációhoz van kötve. Ha közben meg 10%-kal emelkednek a bérek, akkor azt látjuk, hogy a béreknek az emelkedése az nyilvánvalóan egyébként följebb is fogja vinni az inflációt, hiszen megdrágul a munkaerő, akkor mondjuk az alapvető élelmiszerek esetén szinte biztos, hogy az árak emelkedése is meg fog történni, de mondjuk azt, hogy ezt majd ki fogja korrigálni a kormány jövő év novemberében, tehát visszaadja a nyugdíjasoknak ezt a pénzt. Kénytelen lesz, mert ugye erre szabályok. Igen, de ettől függetlenül még az olló nyílik, tehát magyarán a bérekhez képest elértéklenek a meglévő nyugdíjak, és ezért ezt problémának tartjuk a dologba, főleg még egyszer mondom, azért, mert az alacsony nyugdíjak esetében azért egy nagyon széles réteg van, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. A kormánynak erre az a válasza, hogy az áfa csökkentéssel, amit az alapvető élelmiszerek esetében bevezettek, kifejezetten ennek a nyugdíjas korosztálynak kedveznek, és ez tekinthető akár egyfajta nyugdíjemelésnek is, hiszen a vásárló erejük ezzel megnő. Azért ez egyrészt egy cinikus érvelés, és Isten igazából tavaly nyárót ezt már nem is nagyon vették el. Ugye tavaly nyáron csak, hogy a történeti hűség kedvéért, amikor a költségvetés elfogadásra került, akkor ugye bejelentette a kormány, hogy 0,9%-os lesz a nyugdíjemelés. És miután érezték a felháborodást, ezért mondták azt, hogy de ehhez hozzá tesszük az alapvető, egyes alapvető élelmiszerek áfájának a csökkenését, a tojás, a baromfi, meg a tej. És majd így akkor olcsóban megveheti a nyugdíjas a tejet, a tojást és a baromfi húst, akkor neki ettől jobb lesz. Ugye azért is álságos ez, mert ez nem csak a nyugdíjasokra vonatkozik ez a csökkentés, hanem vonatkozik egyébként mindenkire, tehát mi ránk is, mi is olcsóban vehetjük meg január 1-től
elvileg legalábbis kisebb áfatartalom ezeket a termékeket. Tehát azért ezt ugye, egyértelműen kijelenteni, hogy ez egy nyugdíjasok számára való jóléti intézkedés, az azért naivság lenne, és ezt nem is kell elfogadnunk. A második, hogy hát vagy csökken az ára ezeknek a termékeknek, vagy nem, hiszen nem csak az áfa tartalom van ezekben, hanem benne van például a bérköltség, benne vannak a különböző szállítási költségek, az alapanyag költségek, ezek mind-mind hozzáadódnak, és kiderül, hogy egyébként most tényleg akkora csökkenése lesz ezeknek az alapvető élelmiszereknek, mint hogy a kormány sugallta, vagy sem. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt a kommunikációt el is engedték, tehát őszóta lényegében nem is mondták ezt olyan nagyon erősen, hogy de ott van mellette még, mint egyfajta kiegészítésként ez a történet, és azért is gondolom azt, hogy érezték, hogy politikai csapda ez számukra, mert hogy azért a 0,9-et mégis megtoldották 0,7%-kal évvégén, ugye előjöttek a 10.000 forintos Erzsébet utalvánnyal, ami egyértelműen valamifajta jóléti intézkedésnek szánták a kedélyek megnyugtatására, hogy meg lehessen mutatni, hogy a miniszterelnök az idősügyi tanácsban egyfajta megállapodást kötött ezzel a társadalmi réteggel. Új helyzetet teremt az, hogy a nyugdíjasok saját pártot hoznak létre? Azért nem értékelném túl azért ezt a történetet, mert hogy egyrészt még abban a fázisban vagyunk, hogy azt jelentették be, hogy várhatóan majd meg fognak alakulni. Tehát, hogy még konkrétan még meg se alakultak. Ez az egyik. Kettő, azért azt látni kell, hogy 1990 óta igazából ilyenfajta rétegpártoknak önállóan nem volt létjogosultságuk. Láttunk vállalkozók pártját, láttunk már nyugdíjas pártot is. Ezek... ebben a pártrendszerben, ebben a választási rendszerben önállóan nem életképesek. Azért azt könnyű belátni, hogy elindul egy nyugdíjasokra szakosodott párt, akinek a fő témája főlegként a nyugdíj és az idősügyi kérdések, az nem azt jelenti, hogy ő egy az egyben el tudja vinni ezeket a szavazókat az összes többi pártól, hiszen ugyanúgy az időskorúaknak, a nyugdíjasoknak vannak más kérdések is, amik foglalkoztatják nem csak az, hogy mi van velük az időskorban, hanem például az, hogy mi van az oktatásban, mi van az egészségügyben. Ha pedig ezekről is szólnak, akkor tulajdonképpen már csak nevében lesznek majd időspárt. Én nem várok ettől nagy változást, főleg 2018-ig. Önállóan nem hiszem, hogy képesek lennének nagyobb eredményt létrehozni, és plusz, hát azért ugye 2017 van, amire megalakulnak, azért egy szűk egy évük lesz addigra, hogy olyan szervezeti bázist építsenek ki, ami képes kampányolni is, és ne csak az állami támogatásokat vegye fel a 2018-as választásokra.